Forgács Istvánnal ültünk le a lépcsőre beszélgetni, akit mondjuk leginkább ilyen romaügyi szakértőként szoktak bemutatni, és maga a téma pedig azért jó, mert nem kell aktualitás neki. Tehát bármikor lehet róla beszélni, mert mindig van aktualitása. Egyrészt szeretném, hogyha most is elmondanánk, mert nem lehet elégszer azt a fő üzenetet, amit te kezdtél elmondani, azt, hogy milyen távlati lehetőségei vannak a cigányságnak, a robotizáció és a digitalizáció változásaival, illetve hogy milyen vészesen fogy az idő, de nem akarom elmondani helyette, és aztán beszélgessünk ennek mentén. Jó, hát kezdjünk azzal, hogy egyrészt én imádom azt, hogy itt a lépcsőn ülünk. A lépcső az mindig vezet valahonnan, valahova. Úgyhogy ha egyfajta szimbólumnak is tekinthetjük ezt, azt szerintem mindenképpen egy jó dolog. Említetted, hogy romaügyi szakértő, erre hadd térjek ki. Én tőlem mindig megkérdezik, hogy mit jelent az, hogy romaügyi szakértő. Tehát, hogy az a romaügyi szakértő egyetemen végzett, vagy ez mit csinált. Én akkor mindig elmondom, hogy én az állami közigazgatási főiskolán végeztem, tanultam egy keveset a CEUN, tanultam az Egyesült Államokban, nagyon sok mindent láttam, megéltem, dolgoztam a civil szektorban, dolgoztam a közigazgatásban, dolgoztam a for-profit szektorban, és ugyan te is mondtad, van rengeteg olyan terület, amiben nyilván nem nálam van a bölcsekköve, hogy cigányügyben mit és hogyan kellene csinálni, de azt gondolom, hogy abból adod, hogy nagyon sok minden összefügg nagyon sok mindennel. Az, aki szakértőnek gondolja magát egy adott kérdéskörben, az nyilvánvalóan ezeket az összefüggéseket mindig látja. Úgyhogy én büszkén nézem, amikor az van kiírva nevem alá, hogy romaügyi szakértő, mert én azt gondolom, hogy ebben talán az van benne, hogy én, ez az ember, megpróbál ebben a kérdéskörben a lehető legtöbb területen valamit előbbre mozdítani, próbál valamit egy kicsit előbbre vinni. Említetted, hogy van néhány olyan dolog, gondolat, amit nem lehet elégszer ide tenni az emberek elé, meg a közgondolkodás elé, és bár elég drámaian hangzik, én tényleg szoktam nagy kijelentéseket tenni, akkor, amikor a cigányügyről szó van, és így neked is fölteszem elsőként, akkor elnézést, Bence, neked a kérdést, hogy vajon a hazai cigány közösségeknek a felzárkózása, az kiknek lenne valójában az érdeke? A cigány közösségeké, vagy a többségi társadalomé? Igen, hát erre ugye a piszi válasz, vagy az általános válasz, hogy ez egy közös nemzeti érdek. De ez langyos víz, tehát pont ez, igen, ebben az a lényeg, hogy ezt kellene kidobni egyébként azonnal, mert hogy a hazai cigány közösségek felzárkózása az a piszi választ félretéve, az elsősorban a hazai többségi társadalomnak kellene, hogy ez érdeke legyen. Tehát ez egy teljesen egyértelmű dolog, itt nyugdíjkorhatárról beszélünk, járulékbefizetésekről beszélünk, iskolai belső struktúrák átalakulásáról beszélünk, a munkaerőpiac átalakulásáról beszélünk, rengeteg olyan dologról beszélünk, amely alapjában véve a többségi társadalomnak a jövőjét határozza meg, miközben nyilvánvalóan minden egyes intézkedés, amit próbálunk előbbre fele vinni, az célzottan a romákat kellene, hogy segítse, de alapjában véve minden, amit a romákért teszünk, az alapjában véve akkor helyes cselekedet, hogyha abban látjuk azt, hogy ez hogyan fog a többségi társadalom számára is egyébként jó dolgokat elővezetni. Ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag az történik, hogy itt próbáljuk feltalálni a melegvizet, ami teljesen felesleges, teljesen egyértelmű dolgokban kell előrefele menni, és én azért örülök nagyon, hogy itt most tudunk egy kicsit erről a dologról beszélni, mert szinte soha nincs elég idő arra, hogy beszéljünk a legfontosabb üzenetekről, vagy a legfontosabb megközelítésbeli dolgokról. És talán ez most egy kicsit ilyen dolog lehet. De hogy a felvezetésben így utaltam rá, de kérlek, fogalmazd meg, szerinted mi a legfontosabb üzenet most? Világos. Elmondom mindenhol, és általában én nagyon hamar meg tudok erről győzni embereket. A cigányügy, egyrészt van cigányügy. Ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy van cigányügy, nem szegénységügyről beszélünk, cigányügy egyértelműen létezik ma Magyarországon, meg egyébként itt Kelet-Közép-Európában. Mitől más a cigányügy? Mint a szegényügy? Uh-huh. Szerintem is van, csak... Attól, hogy a cigányügy az mind a rendszerváltás előtt, mind a rendszerváltás után, az én megítélésem szerint, bír rengeteg olyan tényezővel, jellemzővel, körülménnyel, amit pusztán a szegénység politikával nem lehet megoldani. Ebben nagyon sok olyan egészen finom belső dolog van, amit nagyon nehéz elmagyarázni egyébként 40 percben, két napban, két hétben. Ezeket hosszú évtizedek alatt éli meg, érti meg valaki, viszont ezeket az apró finomságokat megváltoztatni mindenféleképpen szükséges lesz a jövőben ahhoz, hogy kimondottan cigányügyben előbbre tudjunk mozdulni, igen. És ez az, ami egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A,
A kérdezted, hogy mi az, ami az egyik legfontosabb krédó mondjuk az én munkámban, uh-huh. vagy az én világlátásomban. Én azt gondolom, hogy a cigányügy az alapjában véve elsősorban nem szociális jellegű és nem esélyegyenlőségi kérdés. Majd ebben hadd mondjak valamit, igen. Világos, jó. Csak én azt gondolom, hogy a cigányügy, az pont amivel kezdtünk is, a cigányügy az én megítélésem szerint elsősorban gazdasági jellegű, uh-huh. gazdasági alapú kérdés. Pont. Ez az én megközelítésem. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene küzdeni a diszkrimináció ellen, ne kellene küzdeni egyébként az esélyegyenlőség érdekében. Ezek mind borzasztóan fontos dolgok. Csak én azt gondolom, hogy mostanra, 2020-ra eljutottunk oda, hogy akkor, amikor mondjuk egy kormányzatnak, egy polgármesternek, egy helyi roma vezetőnek meg kell határoznia azt, hogy milyen irányban próbál meg változásokat cigányügyben, helyben, megyében, országban előbbre mozdítani, akkor látni kellene azt, hogy talán a fontossági sorrend egy kicsit megváltozott az elmúlt évekhez képest, és miközben még mindig nyilván rengeteg az olyan ügy, ami egyébként elsősorban esélyegyenlőség, diszkrimináció kérdése, iskolai szegregáció, ezek kerülnek a kirakatba, sokkal fontosabb lesz szerintem arról beszélni, hogy a cigány fiataloknak a túlnyomó többsége nem szerez szakmát. Ha nem szerez szakmát, hiányzik a munkaerőpiacról, a munkaerőpiacon pedig tapasztalható érdemi munkaerő hiánynak az egyik legfontosabb tényezője vagy oka az, hogy a cigány fiatalok nagyon nagy számban morzsolódnak le a szakközépiskolából, ami egyébként egyes ágazatokban, kimondottan ott, ahol egyébként szakképzett munkaerőre lenne szükség, eszméletlenül komoly nehézségeket okoz. Tehát, hogy ezek az összefüggések azok, amikkel szerintem sokkal inkább foglalkozni kellene ebben a pillanatban, szemben azokkal a klasszikusnak vélt dogmákkal, bízom benne, senkit nem bántok meg ezzel, tehát nem tudok Magyarországon nem találni rengeteg olyan települést, ahol a diszkriminációval szemben ne lehetne küzdeni. Igen. Teljesen rendben van. Van, aki erre teszi fel az életét, tegye. Én viszont azt gondolom, hogyha Magyarország jövőjét nézem, a következő 20-40 évet, akkor azok mellett, akik a diszkrimináció mentes Magyarországért küzdenek, azok mellett szükség lenne azokra az emberekre is, és szerintem őrájuk nagyobb szükség lenne, akik abban tudnának segíteni, hogy a hazai gazdasági folyamatokban ott legyenek a cigányok, nem csak segédmunkában, nem csak közmunkában, hanem abban, hogy hogyan lehet érdemi hozzáadott értéket kínálni a hazai gazdasághoz, ami egyrészt segíti az ő társadalmi felzárkózásukat, ez nagyon-nagyon fontos dolog, másrészt pedig egy olyan kényszer, ami jelen pillanatban gyakorlatilag az egyik legnagyobb kihívás Magyarország előtt, mert hogyha nem lesz, aki 10 év múlva vezesse az autóbuszt, meg felépítse egyébként a Baksi atomerőmű 2 bővítést, akkor az pont azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komoly gondok vannak a Magyarországon belül a munkavállalói oldalon a belső szerkezettel. Igen. Bocsánat, az előbb mondtad, hogy ám tegye, aki az esélyegyenlőségi részével akar foglalkozni. Később akartam a politikáról beszélni, de ez azért ide kívánkozik. Amit megfogalmaztál, azt meg lehet-e úgy is fogalmazni, hogy itt egy alapvető politikai, stratégiai különbségről van szó 2010 előtti és utáni időszakban, ahol a segélyalapú, esélyegyenlőségi, látszólag esélyegyenlőségi alapú szociálpolitika volt a jellemző, míg 2010 után az úgynevezett munkaalapú társadalomban, meg a gazdaság alapú és a közös érdek alapú megközelítésre, hogy ezt lehet-e így mondani, és akkor még csavarva egyet, hogy nem lehet, hogy akik a cigányügyben csak az esélyegyenlőségi, meg rasszizmus, meg előítélet témát látják, hogy azok egyébként ezt hátráltatják a gazdasági alapú megközelítést. Mert hogy elfedik vele, hogy állandóan erről beszélnek, ezért elfedik a valós. Világos. Én azért kezdtem ezzel a nagyon komoly témával, Bence, mert én azt gondolom, hogy jelen pillanatban egyrészt ez a legégetőbb dolog, amikor a hazai cigányügyről beszélünk, az én megítélésem szerint, másrészt meg ebben van azonnali mozgástér, uh-huh. ahol azonnal lehet egyébként jó akciókat, jó kezdeményezéseket, jó dolgokat végigvinni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Itt rengeteg jó statisztikát elő lehet hozni, amik egyébként alá tudják támasztani azt, hogy a kormányzat miért is gondolkodik 2010 óta jól, amikor munkaalapú társadalomról beszél, és egyébként ezt a társadalmi felzárkózás érdekében is lehet használni, mert hogy a közfoglalkoztatás sem lehet cél egyébként egyetlen kormány számára sem, hogy emberek százezreit tartsa abban benne. Viszont hogyha a közfoglalkoztatás alkalmas arra, hogy egy-egy szocializációs hiányosságból egy kevés
pótlásra kerüljön, és abból majd valaki el tudjon mozdulni az elsődleges munkaerőpiac irányába, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Igen. Az, hogy folyamatosan eljutottunk oda, hogy egyre több ember dolgozik az országban, ez szintén egy jó dolog, de most függetlenül, hogy a Covid vírus mennyire csap minket meg a következő hónapokban, alapjában véve, ha itt az elmúlt éveket bárki az egyszerű ember az utcán járva körülnéz és azt látja, hogy a BKV-nál nincs autóbuszvezető 400 000 forintért, tessék jönni buszt vezetni. Ez azt jelenti, hogy az, aki tanul és képes autóbuszt vezetni, az kereshet 400 000 forintot. Akkor, amikor egy kezdő villanyszerelőért könyörögnek, hogy jöjjön egy gyárba dolgozni, mert egyébként az öreg szakik nyugdíjba mennek, és kellene az utánpótlás, akkor arra gondolok, hogy azok a cigány fiatalok, akik a 6 km-ről odébb lévő szakközépiskolában végezhetnének villanyszerelőként, vajon miért nem akarnak villanyszerelőként végezni? Miért hagyják ott az iskolát idő előtt? Miért fontosabb a jampiskodás, meg a szakadt 3-as BMW egyébként a sarkon, amivel lehet ottan jampiskodni, ahelyett, hogy már ideje korán megpróbálnának oda eljutni, hogy tudatos döntésekkel, egymást segítve egyrészt lesz munkájuk, másrészt meg a társadalmi felzárkózásban is előbbre mozdulhatnak. Én nagyon sok kimondottan jó nevű hazai és nemzetközi nagy céggel egyeztetek a munkám révén elég gyakran arról, hogy a munkaerő kapcsán milyen gondjaik vannak. Mindenki azt mondja el, hogy a fluktuáció az egyik legnagyobb probléma. Ez azt jelenti, hogy jövünk, tetszik a munkahely, természetesen pénznek is örülünk, eltelik néhány hét, és már nem tetszik annyira, kötöttségek vannak. Miért csak 5 perc a cigi szünet? Jaj, ez nem tetszik, az nem tetszik. És itt előjön rengeteg olyan hiányosság, ami főleg a hátrányos helyzetű közösségekből, vagy kimondottan a cigány közösségekből érkező fiatalok esetében, egész egyszerűen nem szolgálja azt, hogy ők hosszú távon ott maradjanak, felépítsenek ott saját maguknak egy olyan közeget, amiben évekig tudnának dolgozni, pénzt keresni, megbízhatónak lenni, bármi egyéb, hanem folyamatosan kipörögnek ebből a dologból, és ez a fajta fluktuáció nagyon-nagyon sok komoly cégnél, hát nem azt mondom, hogy komoly problémákat okoz, de sokkal inkább bizonytalanná teszi a számukra azt, hogy ők hogyan tudják majd a jövőben is fenntartani azt a fajta gazdasági prosperitást, amit még az elmúlt években ők el tudtak érni. Ez egy nagyon komoly gond. Na most ugye mondjuk ezt mentális alapnak, nem? Tehát, hogy van ebben egy nagyon komoly mentálhigiénes környezet, lehet, hogy nem pontos, amit, de hogy mindegy, szóval, hogy a munka, a monotonitás tűrés, meg a munka, nem tudom, kultúra, vagy nem tudom, tehát, hogy ezek én úgy tudom, de te jobban látod ezt a területet, úgy tudom, hogy azért például Miskolc és környékére ott az állam támogatta azt, hogy az ottani foglalkoztatók, mert mivel ugye nekik egy beállítani egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező fiatalembert, az pénzbe kerül meg. De hogy ebben én úgy tudom, hogy voltak támogatások ottani foglalkoztatók részére. A kormányzat nagyon sokféle példát, vagy nagyon sokféle dolgot megpróbált, hogy ezzel valamit változtatni tudjon. A probléma leginkább abban van, hogy az alapvető elérés, az alapvető hatáskifejtés ezekben a közösségekben, ahhoz sok esetben a legjobb kormányzati szándék is kevés, ha egyébként ott helyben, egy adott közösségben nem tud valaki jól hatni a helyben meglévő fiatalok túlnyomó többségére. Nagyon sokan hoznak korán rossz döntést, ami után meghatároz sok mindent. Amikor cigány fiatalokkal dolgozom... Láttál helyi közösségi vezetőt, aki ezt jól csinálta? Érdekes módon ott, ahol valamilyen protestáns kisegyház egyébként egy helyi közösséget jó irányba vezet, ott bátrabban is mernek fogalmazni, kimerik mondani, hogy a drog miért káros, elmerik mondani azt, hogy az idősek tisztelete az miért fontos, kimerik mondani, hogy a munkából szerzett jövedelem az a tisztességes jövedelem. Tehát a protestáns kisegyházak által gardírozott kis települések egyébként kimondottan képesek a változásra, de bármilyen helyi jó roma vezető az alkalmas arra, hogy ezeket a, én nagyon kedvelem ezt a szót, már csak a jelentéséből adódóan is, hogy megkérdőjelezhetetlenség. És elment a fél adás időnk, mire kimondtam, hogy a megkérdőjelezhetetlenségben pont az van benne, hogy nem szabad azt megkérdőjelezni, hogy munkából szerzett jövedelemmel boldoguljon az ember. Ez etnikumtól, társadalmi helyzettől, mindentől függetlenül egy egyértelmű dolognak kellene, hogy maradjon. Így van. Igen. Hogyha ezt egy helyi roma vezető megtartja megkérdőjelezhetetlennek, vagy azt, hogy az iskola érték, a tanárt becsüljük meg, tiszteljük az időseket, a közösség önmagában érték, a helyi szolidaritást erősíteni kell. Tehát, hogyha ezek a dolgok nincsenek megkérdőjelezve, akkor egy helyi közösségben ezek a borzasztóan egyszerű dolgok, tanulj fiam, legyél ács, ha van végzettséged,
van papírod, fel fognak venni, mert rengeteg építkezés van, házfelújítások vannak, lesz munkád, tisztességes jövedelmet, kezdesz valamit az életeddel, és nem leszel közmunkás, mint az apád. Sőt, nem is kell a szalag mellett dolgoznod három műszakban, mint az anyád. Tehát, hogy most borzasztóan tipikus dolgokat mondtam egyébként, de ez a valóság, tehát ezek pontosan így néznek ki. Ez a, bocsánat, hogy közbevágok, ez a, amit mondtál, hogy ilyen evidenciákat mondasz ki, szóval ez fontos, tehát én emlékszem, amikor volt az a botrányos film, vagy amiből a balhé volt a Pesti Lacival, igen, és ott keményen kimondtál dolgokat, szóval, hogy téged ebből az úgynevezett esélyegyenlőségi központú roma közéleti szereplők, meg nem roma közéleti szereplők közül szoktak kritizálni az őszintességed miatt, vagy hogy így ezekről a gyakorlati jellegű dolgokról beszélsz. Miközben ezekben a körökben én is ismerős vagyok, és onnan jó páran fölhívtak, amikor volt a Pesti Laci filmje, amiben szerepeltél, és ott is megmondtad keményen a problémát látsz, és fölhívtak csomóan, hogy ez nekik a nagyon nagy dolog volt, és abszolút igazat adnak neked, de megkérték, hogy én ezt ne hirdessem, hogy ez a véleményük, mert akkor a többiek őket kirekesztik, meg megszólják. Hát ez egy komoly gond egyébként, és én pont ezt a kánont próbálom egy kicsit valahogy megszakítani. Én azt gondolom, hogy mindaz, amit én roma ügyben képviselek, és eleve, amiről mi most itt beszélünk, az alapjában véve borzasztóan egyértelmű, tehát hihetetlenül racionális. Abszolút érteni kellene, hogy ezek a dolgok hogyan épülnek egymásra, vagy mi mivel függ össze. És ebben a dologban, akkor, amikor valakik évtizedek óta arra vannak berendezkedve, hogy a meglévő nehézségek okaként meghatároznak valahol valamit, vagy valakit, valamiket, vagy valakiket, akkor nagyon-nagyon nehéz nekik elfogadniuk azt, akár esetleg még hogyha bizonyítottnak is tűnhet, vagy racionálisnak is tűnhet, hogy nem biztos, hogy még mindig ugyanúgy vannak azok a dolgok, tehát hogy én egy ilyen változást, folyamatot látok, nagyon nehéz nekik erre jól reagálniuk. Hadd mondjak egy nagyon konkrét példát. Nem nevezem meg őket, az ország egyik legnagyobb olyan civil szervezete, akik a roma nők, nem, akik általában a nők elleni erőszak ellen lépnek fel. Én azt gondolom, nagyon fontos, amit tesznek. Szó volt arról, hogy egy rádió műsorban beszélgetek velük erről, hogy a nők elleni erőszak visszaszorítása miért lenne fontos, hogyan kellene ebben konkrét cselekvéseket jól, hogyan kellene a közgondolkodást valóban jó irányba vinni. Szerintem ez nagyon fontos dolog. Arra kértem őket, hogy a műsor második felében beszéljünk konkrétan a roma közösségekben meglévő családon belüli erőszakról, vagy a roma nők és a roma lányok helyzetéről. Gyakorlatilag Bence itt ebben a pillanatban megállt az egyeztetés arról, hogy mi fogunk egy rádióműsorban erről beszélgetni. Közölték, hogy nem hajlandók a többségi társadalom előítéleteit bármivel is visszaigazolni, bármivel is alátámasztani, és ők nem hajlandók egyébként erről a dologról így beszélni. Hogyha a cél az, hogy ebben valami változás történjen, akkor azt gondolom, hogy pont egy ilyen valóban prominens, valóban sok évtizedes tapasztalattal bíró komoly civil szervezetnek kellene zászlót emelnie, így és van. Azt mondania, hogy ő ebbe a dologba beleáll. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig csak szőnyeg alá söprés van. Így és van. Akkor, amikor egy romasszony elmondja nekem azt, hogy István, nem kellett volna a fórumon arról beszélned, hogy a roma nőknek is kellene változtatni, vagy lennének jogaik, és hogy kellene változtatni a velük szemben való magatartáson a helyi férfiaknak, mert ezért most aztán így mindenki csúnyán néz rád, de egyébként mi nagyon hálásak vagyunk érte, akkor ez nekem egy apró siker, de közben meg a fejekben való tényleg új típusú megközelítéseknek a megjelenítése, az lenne igazából fontos. Mondok még egészen döbbenetes dolgot, neked cigányügyről beszélünk. Nekem három gyerekem van. És én nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy nekem volt kellő bátorságom és indítatásom arra, hogy apás szülés legyen mind a három. Én, megmondom őszintén, az élet legnagyobb ajándéka volt ezt így megélni. A múltkor egy vidéki kisvárosban beszéltem férfiaknak arról, hogy egyébként szerintem így a babavárás kérdése, meg a nők helyzet az hogyan is van, és szóba került, hogy én mind a három gyereknél apás szülés bent voltam. Teljes döbbenet. Megkérdezték, hogy hát én cigány emberként ezt hogy gondolom. Mondom, hogy itt miért a cigányságom a meghatározó? Én szeretem a feleségemet, ha én úgy gondolom, hogy nekem ott kell lennem, akkor én fellapozok valahol egyébként, hogy hogyan viselkedjünk kellően cigány módra, és akkor abban megnézem, hogy ó, apás szülés nem illik, ó, bocs, akkor nem megyek. Tehát, hogy, és, de ettől én nem leszek kevésbé cigány ember, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én nem gondolom azt, hogy ezzel én
megdönthetetlen tabukat próbálnék meg megdönteni, vagy egyébként cigányügyben próbálnék olyat teljes forradalmat végrehajtani, nem erről van szó. Hanem azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a cigányügyben érdemi előbbre mozdulás történjen, és azért hoztam ezt a példát ide, ahhoz nem csak arról van szó, hogy gazdasági jellegű kérdéssé tesszük ezt az egészet, hanem ezeket a betokosodott, ótvaros, nagyon régóta meglévő, nagyon nehézkes, nem tudom másképpen megfogalmazni, teljesen avitt hozzáállásokat kidobáljuk rengeteg területről. Igen. Tanuljanak a lányok. Ahhoz menjenek hozzá, akit ők szeretnek. Egy férfi ember legyen a része annak, hogy a cigányasszony babát vár. Igen. Vigye el terhes gondozásra. Kérdezze meg, hogy szívem, rágyújthatok kint a kertben, vagy azt sem szeretnéd. Változások kellenek. Pont azért, ettől nem lesz senki kevésbé cigányt, ez nagyon-nagyon fontos dolog. A gyerek igenis értse meg, hogy az iskola egy jó dolog, tessék elvégezni, szakmát szerezni, és akkor abból lehet valamire jutni majd. Tehát, hogy a cigányságunknak a meghatározása, én azt gondolom, hogy nem azon szabadna, hogy múljon, hogy egyébként mennyire tűnnek ezek a típusú új megközelítések forradalminak, vagy istenkáromlásnak, vagy bárminek. Nem ezen múlik szerintem az, hogy valaki cigány vagy nem cigány, hanem azon, hogy a saját közösségén belül sikerül ezt a fajta változást, ezeket a fajta modernebb megközelítéseket bevinni egy helyi közösségbe, és ott ezeket a változásokat előmozdítani. Ha ez nem történik meg, akkor a nagy számok törvényéből adódóan az történik, hogy rengeteg olyan közösségünk lesz a következő 20 évben, ahol nem tudunk mit kezdeni 20-25 éves korukra, szakma nélkül maradt, motiváció nélkül maradt, mentálhigiénes állapotukban nagyon komoly sérülésekkel bíró cigány fiatalokkal, tömegével, akik túlnyomó részt egyébként eltartottak lesznek. És akik egyébként meg nyilván a drog által vannak veszélyeztetve, helyben meglévő erőszak által vannak veszélyeztetve. Tehát, hogy abszolút zajlik, vagy zajlódhat egy ilyen folyamat, ha ebben nem sikerül változást előmozdítani. A szakképzésben mit tapasztalsz? Én megmondom őszintén, erre a területre nagyon kevéssé látok rá, és azt megtudom, hogy te igen, hogy ott mit tapasztalsz, hogy mennyire alakul ez a történet befogadóvá, vagy rugalmassá a problémásabb gyerekekre. Itt is hadd kezdem egy kicsit egyfajta ilyen világnézeti megközelítéssel. Furcsa módon még mindig vannak liberális barátaim. Elnézést. De hogy rengetegszer beszélgetünk velük arról, hogy, vagy tudok beszélni velük arról, hogy valójában egy cigány fiatalnak mi a sorsa, mire hivatott. És akkor mindig jön ez a borzasztóan piszi dolog, hogy egyébként amíg a tehetsége, meg az akarata, meg a bármilyen van, ez teljesen rendben is van. De most random módon elmegyek egy cigány közösségbe valahol, találok egy 14 éves gyereket, akkor választanom kell, hogy belőled mi legyen. Azt fogja mondani egy jogvédő, hogy belőle lehet agysebész, egyetemista, menjen ahova csak akar. Adja Isten. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy egyébként, ha a tehetsége, az államtámogatása, ösztöndíja, közösség segítsége, család hozzáállása segít abban, hogy ő belőle egy agysebész legyen, hídépítőmérnök, vagy bármi egyéb, menjen, szerezzen diplomát, ez egy borzasztóan fontos dolog lenne, én magam is nagyon szeretném. Kislegény azt mondja, Megasztár győztes akar lenni. Ez akkor a második verzió. Én pedig azt mondom, hogy jelen közegben, az ő körülményei között, az ő meglátásával, mi lenne, ha elgondolkodna azon, hogy mondjuk egyébként lesz belőle valamilyen jó szakmunkás, mert egyébként a térségben szükség lenne ilyen típusú szakmunkásra, ott el tudna helyezkedni, és egyébként néhány év alatt megszerezhetné az ehhez szükséges papírokat, végzettséget szerezne, dolgozzon. Ez három teljesen más életút lenne. Nyilván Megasztár győztes csak nagyon kevés lesz. Igen. Itt most több tízezer gyerekről beszélek. Egyetemi diplomáig nagyon kevesen fognak eljutni sajnos szintén, bár ahogyan mondtam, én magam is nagyon-nagyon szeretném. Akkor nem az az egyik legracionálisabb dolog ebben a helyzetben? Az ország gazdasági helyzetét, jövőjét, mindenét szem előtt tartva, hogy a cigány fiatalok túlnyomó többségének megpróbáljunk egy olyan jövőképet kínálni, amelyben a szakmaszerzés jelenti a számukra a jelenleg meglévő nehéz helyzetből való, meg a családjuk számára a jelenleg meglévő nehéz helyzetből való kitörés lehetőségét. Igen. Ehhez mondom azt, hogy ma a hazai szakképzésben 60-70%-on működnek a szakképzőiskolák. Egyrészt a gyerek, tehát folyamatosan csökken a gyerekszám. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha most cigányt, nem cigányt egybeveszek, akkor Magyarországon egyre kevesebb 8. osztályos van. Tehát jelenleg ez még egy lefele lévő ágban vagyunk. Igen. Ezeknek a gyerekeknek a túlnyomó többsége, a nem cigány gyerekek túlnyomó többsége elmegy érettségit adó iskolába, technikumba, gimnáziumba. Cigány fiatalok is vannak közöttük, de
jó lenne, ha többen lennének. De megint a realitás talaján maradva, a cigány fiatalok túlnyomó többsége az általános iskolát befejezve valamilyen szakközépiskolában kezd el tanulni, ami egyrészt nem ugyanolyan követelményeket támaszt feléjük, mint egyébként egy gimnázium, és jóval kevesebb kifutási lehetőséget kínál hídépítő mérnökké válni. Ellenben felkínálja egy tisztességes villanyszerelő végzettséget, amivel egyébként el lehet helyezkedni már 20 éves kor előtt valakinek, és csak ő rajta múlik, hogy ő mit kezd majd ezzel a tudással, ezzel a képességgel, bármi egyébbel. Azaz, kimondottan lenne annak értelme, hogy ez ebbe az irányba mozduljon. Jelen pillanatban sajnos nagyon magas a lemorzsolódás a szakközépiskolákban, a cigány fiatalok körében. Tehát ha én bent tudnám tartani őket, akkor ez egyrészt rengeteg végzett és a munkaerőpiacon azonnal elhelyezkedni képes cigány fiatalt jelentene, akik abban a pillanatban pénzt keresnének. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy 24 éves egyetemista még nem keres pénzt, a 19 éves cigánylegény, aki elment egyébként teherautó vezetőnek, az 20 éves korában pénzt keres. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát hogy ez egyrészt az ő saját egyéni életútjában is nagyon komoly változás, másrészt pedig a teljes hazai gazdasághoz tud hozzájárulni egyébként valamivel. Azaz a szakképzés szerintem pont az a terület, ahova megérkezve a cigány fiatalok, nem mindenki, tehát én nem kényszerítenék oda bele, még egyszer mondom, aki megasztárt akar nyerni, nyerjen megasztárt, aki hídépítőmérnök akar lenni, és a lehetőségei engedik, legyen hídépítőmérnök, de a cigány fiatalok túlnyomó többségének a szakképzés kínál egyébként szerintem jövőképet. Ehhez vannak iskolák, vannak ösztöndíjak, lett most szeptembertől életbe lépve egy olyan szakképzési törvény, ami a duális képzésre alapozva már a szakképzés időszakában munkaszerződési jellegű megállapodásokat kínálhat egyébként a fiatalok számára. Tehát, hogy kereshetnek pénzt a gyakorlat mellett, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Arról nem is beszélve, hogy a legkomolyabb cégek, azok ebben a pillanatban már vadásszák azokat a fiatalokat, akiket magukhoz tudnak csábítani. Tudni kell, hogy ma Magyarországon a gazdaságban, ott, ahol szakképzett munkaerő van, azok, akik nyugdíj előtt állnak, ők nagyon sokan vannak. 10-12 éven belül rengeteg ágazatban, rengeteg nagyon komoly vállalatnál egész egyszerűen nyugdíjba megy egy nagyon komoly réteg, és hogyha a helyükre nem érkezik utánpótlás, akkor ezek a cégek sajnos külföldi munkavállalókkal fogják feltölteni ezeket az üres munkahelyeket, ami szintén, ha a hazai cigányügyet nézem, nem a legjobb megoldás, mert nekünk nem erre lenne szükségünk, hanem ezeknek a cigány fiataloknak kellene itt megjelenniük és munkát vállalniuk. Tehát ez egyszerre jelent egy nagyon komoly mozgásteret, meg egyszerre jelent egy nagyon komoly felelősséget mindenkitől, aki ebben valamit megpróbálna tenni. Úgyhogy én mindazt, amit én, tehát ahogyan mondtam, a gazdasági alapú társadalmi felzárkózás felé terelve az embereket, vagy az egész kérdéskört, az pont azt jelenteni, hogy csináljuk ezt így. Azt nagyon fontos elmondanom, ezt rengeteg külföldi barátomnak el szoktam mondani, amikor szóba kerül, hogy jaj, Magyarországon a cigányokkal mi történik. A kötelező óvodában ingyenes étkezés van. Az általános iskolában ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv van. Eljutok az általános iskola végén 14 éves koromban a szakközépiskola kapujáig, ahol 3 évet kell teljesítenem azért, hogy papír legyen a kezemben. Az állam, lehet, hogy erős szó, kikövezi az utat ahhoz, hogy valaki saját maga döntsön az életéről, nyilván a családja is ott van ebben, ezért fontos a család szerepe nagyon, hogy a szakközépiskolát elkezdve menjen végig, szerezzen végzettséget, és azonnal helyezkedjen el, keressen pénzt, legyen érdemi alakítója a saját életének. Ehhez én azt gondolom, az állam ennél többet nem tud kínálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy maguk az alapfeltételek, a keretek, azok ott vannak. A szakközépiskolák nyitva vannak, tankönyvet leteszem eléd, tessék tanulni, tessék eljutni oda, hogy az, ami téged érdekel, az a tiéd legyen. A gond az, hogy a pályaválasztás, és pont erről beszéltünk a közösségek tekintetében, hogy mennyire fontos egy jó vezető, ha egy cigány fiatalt nem tudok meggyőzni arról 8. osztályos korában, hogy ő miért válasszon e közül az 5 szakma közül, amihez akár még affinitása is lenne, helyette neki valami teljesen más van a fejében, akkor nagyon nehéz lesz elérni azt, hogy ő ne hagyja ott 16 éves korában végzettség nélkül a szakközépiskolát, és ne vesszen el ilyen formában a teljes hazai gazdaság számára. Jelen pillanatban sajnos ez történik. Tömeges jelenség, ezt én is ezt látom. Nem, most nem csak a statisztikákból, hanem akikkel beszélgettek, mindenhonnan ezt hallom. Van-e esetleg valami elképzelés arra, hogy aki kikerült, azzal azt esetleg mégiscsak megmenteni? Aki lemorzsolódott. Világos, hát én most több szakközépiskolában dolgozom együtt, van lehetőségünk
van egy kisebb szakértői csapat, akikkel dolgozom, van lehetőségünk például a Paksatomerő műbővítés kapcsán is egyébként feladatokat vállalni. Nagyon sok helyen van szükség érdemi, friss, szakképzett munkaerőre, és valóban kell az, hogy a roma fiatalok, hátrányos helyzetű fiatalok is részei legyenek annak a puffernek, amiből egyébként majd ezek a fiatalok jöhetnek. Az a gondunk, hogy mi mindig alatta vagyunk azoknak a számoknak, amik kell lennének. Sokkal több végzett szakmunkás kellene ebben az országban. Ehhez az egyik megoldás nyilván az lenne, hogy ne hagyják ott az iskolát idő előtt. A másik megoldás az lenne, hogyha 25 éves koráig valaki vissza akar menni, tehát 25 éves koráig be tudja fejezni a szakképzést, akkor nappaliba vissza tud menni, és ingyenesen két szakmát szerezhet. Aha. Azaz, ha az iskola elhagyókat, a korai iskola elhagyókat néhány év alatt meg tudom győzni arról, hogy jöjjenek vissza dolgozni, jöjjenek vissza tanulni, lehet, hogy addigra már egy-két baba megszületett, lehet, hogy addigra sikerült az életüket egy kicsit úgy alakítani, hogy akár az újbóli nekiveselkedésnek is lehet tere, lehet lehetősége, akkor jöjjenek és próbálják befejezni az iskolát. Próbáljanak szakmát szerezni, akár 20 éves fejjel is, de legyen szakmájuk, mert hogy ez egy nagyon komoly tartalék lenne a teljes hazai gazdaság számára, hogy nem csak azokra számítanánk, akiket foggal körömmel megpróbálunk bent tartani a szakközépiskolában, hanem azokra is, akik már egyébként kiestek. Egy dolgot még hadd mondjak, és lásd, hogy mennyire függ össze minden mindennel. A családpolitikáért felelős miniszter asszony bejelenti, hogy támogatni fogják az ingatlan felújításokat. Ez remek dolog. Igen. Az ingatlan felújítást kivégzi el, Bence? A szakember. Igen. A villanyszerelő, a tetőfedő, az ács. Akkor, amikor ebben az országban már évekkel ezelőtt is heteket kellett arra várni, hogy kijöjjön a burkoló és megnézze a fürdőszobámat, akkor milyen állapotok lesznek itt? Igen. És ez, még egyszer mondom, nem a kormányzat hibája, olyan tekintetben a kormányzat hibája, hogy egyébként nem volt kellően szigorú, vagy nem volt kellően kemény ahhoz, hogy egyébként ezek a fiatalok végzettséggel kerüljenek ki az iskolából. Itt megint szóba kerülhet, hogy 16, 17 vagy 18 év legyen a kötelező iskolába járásnak az életkor határa. Én magam azt gondolom, hogy 16 éves korában egy fiatalnak nagyon jó lenne, ha kellően be lenne nőve a feje lágya annyira, hogy ő megértse azt, hogy neki érdemes jó bent maradnia. Ellenben, akik annyira kezelhetetlenek, annyira komoly problémát okoznak, azokat még másfél-két évig erőszakkal bent tartani, az nem biztos, hogy segít. Tehát, hogy, de hát ez nyilván itt egyházak vitatkoznak egymással, az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, itt nem lehet ezt meggyőzni egymást erről a dologról, de minden esetre az nagyon-nagyon fontos lenne, még egyszer mondom, hogy akkor, amikor a szakképzésben szükség van a munkaerőre, és van is tér, ahol egyébként ők el tudnának helyezkedni, ott jelenleg a hazai cigány fiataloknak a túlnyomó többsége megtalálhatná a számítását, csak ez segíteni kellene abban, hogy ők ezt értsék, lássák, felfogják. Az elején, a beszélgetés elején, amikor mondtad, hogy ezt az egészet nem szociális, és aztán úgy folytattad, hogy hanem gazdasági alapon kezeled, akkor azért mosolyogtam, mert eszembe jutott közös ismerősünk, Molnár István Gábor, aki most elég sokat beszél arról, hogy az elmúlt 20 évben, akik dolga volt a újpesti cigányság körében, mint közösségi vezetőnek, azok közül azokkal maradt meg a kapcsolata, és azokkal tud dolgozni és haladni, akikkel nem szociális alapon. Ez pontosan így van. Ez abszolút így van. Alakult ki a kapcsolat, hanem mondjuk például kulturális alapon. A kultúra egyébként egy fontos dolog. Nyilván csak valóban pont ez van, hogy ez az alapvető szociális megközelítés, ez az egyébként, ami az egyik leginkább a gátja annak, hogy a változás valahol valakiben előjöjjön. Rengeteg egyéni élethelyzetet látott nyilván nagyon sok mindenki, aki a témával foglalkozik, de eleve az, hogy ha az ember folyamatosan máshol keresi a segítség forrását, az nem győzi meg az embert arról, hogy ő maga próbáljon meg dolgok után menni. Akkor, amikor jön egy Covid-járvány, és mondjuk a közösségi felületeken csak arról olvas az ember, hogy alapjövedelem kellene, mert éhesek vagyunk, és szegények vagyunk. Tessék nekünk ide jönni és pénzt adni. Akkor az pont azt a fajta megközelítést erősíti, hogy minden pillanatban meg lehet találni azt az indokot, hogy miért kellene Magyarországon 2 millió embernek pénzt adni. Igen. Így van? Tehát, hogy ezt bármikor be lehetne bizonyítani, ez nagyon olcsó és nagyon egyszerű megközelítés lenne, és akár még indokoltnak is tűnhetne, csak hogy pont ez a legnagyobb probléma, hogyha az ország jövőjét, a gazdaság jövőjét szem előtt tartjuk, akkor ez teljesen ellentétes irányba fordítja el a dolgokat. A Covid-járvány miatt rengeteg ember
rengeteg cigány ember, aki a fővárosban dolgozott, Nyugat-Magyarországon dolgozott, az visszaszorul most mondjuk Borsodba, az alföldi falvakba, nyilván nem lesz kereset. Én ezt abszolút értem, hogy ez egy olyan helyzet, amiben valamilyen segítségre nekik szükségük van. Abszolút indokolt felvetni azt, hogy ebben a helyzetben miképpen lehet rajtuk segíteni. A Covid-járvány egy teljesen nehéz és újszerű helyzet, amivel nehéz most bármit kezdeni. De erre felépíteni évtizedeken keresztül bármilyen típusú közösségtámogatási politikát, az a legteljesebb mértékig rossz irány, és nem véletlenül mondtam egyébként az alapjövedelem kérdését, ez pont ezt erősíti, hogy ebbe az irányba mennének sokan, miközben más kellene tenni. Az alapjövedelem nálam egy politikai kérdés, és ahhoz a kis témarészhez gondoltam föltenni, tehát, hogy te, aki mondjuk tényleg látod ennek jobbról, balra, falulról, fölülről, minden izéért, szeretét, és itt most nem egyszerűen csak a cigányságról van szó, hanem a társadalomról, hogy szerinted, ha ezt egyszer valaki komolyan vesz és bedobja úgy rendesen, nem azokkal a kísérletekkel, amik voltak az alapjövedelemben, hanem úgy rendesen bedobja ezt az ötletet, és mondjuk van rá fedezet, mert szerintem nincs, de hogy akkor az milyen társadalmi hatása lenne egy ilyennek? Mit okozna egy társadalommal, ha megjelenne az alapjövedelem, mint... Beszéltünk 4 órával ezelőtt. A megkérdőjelezhetetlenséget kérdőjelezné meg. Igen. Tehát konkrétan azt, hogy egyébként, hát akkor még inkább nem lesz, aki buszt vezessen. Igen. Tehát, hogy még inkább nem lesz az, aki egyébként kipucolja a kéményt. Még inkább nem lesz az, aki vezesse a vonatot. Tehát, hogy ez teljes mértékig ellentétes egy társadalom vagy egy gazdaság érdekeivel. Mindezek tükrében, amikről most így beszélgetünk, mi az, amit konkrétan most csinálsz? Van egy kisebb tanácsadó csapatunk, van rengeteg olyan gondolatunk, amit megpróbálunk így a kormány környékén elhelyezni. Uh-huh. Tehát ez egy kormányzati... Hát a kormányzat holdudvarában van rengeteg olyan szereplő, aki kíváncsi egyébként a véleményemre. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek is, hogy tudunk beszélni. Rengeteg dolog van, ami a hazai cigányközösségek felzárkózása tekintetében kell, hogy alakítsa a közéletet, a közgondolkodást, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ez megkerülhetetlen ez a dolog, ugye mondtam, ez a gazdasági alapú társadalmi felzárkózás, ez egy olyan kérdés kellene, hogy legyen, amivel a társadalom egészen azonosulni tud. Ez nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Mindemellett dolgozom települési önkormányzatoknak, dolgozom kiemelt nemzeti beruházásoknak, dolgozom for profit szektorban lévő szereplőknek. Tehát, hogy alapjában én pont azt látom, hogy nagyon sok területen van arra igény, hogy ez a fajta általános megközelítés, ez mindenkinek a saját igények mentén valamilyen eredményre vezessen. De ha már itt vagyunk, és megragadhatom a lehetőséget, én nagyon bízom abban, hogy 2022 után a társadalmi felzárkózást szolgáló TAO-nak az ötlete megjelenhet. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy pont azért, mert a gazdasági szereplők saját maguk látják annak a nehézségeit, hogy egy nagyon egyértelmű társadalmi etnikai réteg nem képes megjelenni a munkaerőpiacon és a gazdasághoz hozzátenni, az ő érdekük lenne ezen változtatni, az ő érdekük is lenne ezen változtatni. Rengeteg olyan cégvezetővel tárgyaltam, aki nagyon szívesen adna TAO-t arra, hogy egyébként a sport és a korábbi kultúra mellett egyébként az ő pénzéből felújítsák annak a szakközépiskolának a kollégiumát, kiírják oda az ő cégének a nevét, és egyébként az által adott 50-100 millió forintból ösztöndíj lenne, ő onnan tudna halászni magának megfelelő szakembereket akár már idén, akár már végzés előtt. És ami a lényeg, hogy ezzel nagyon komoly pénz lenne pumpálható a gazdasági alapú társadalmi felzárkózást megelőző oktatásba, pont ezektől a cégektől, akiknek erre szükségük lenne, tehát a szakképzés nagyon komoly pénzügyi injekciót kaphatna ezzel a társadalmi felzárkózást szolgáló oktatási alapú TAO-val. Aha. Ha esetleg eljutunk majd oda, hogy egyébként ezt 22 után akár a kormányzati program részévé is lehetne tenni, akkor bízom benne, hogy ez a felvétel segít benne. De mondom, tehát hogy ez szerintem mindenképpen egy jó gondolat, rengeteg ilyen újszerű dolog kell, ezzel biztos, hogy eredményre tudunk jutni majd. Bár felsoroltál olyan tevékenységeket, amik ilyen napi 36 órás melóval járnak, de azért üstölni foglak, hogy megint beszélgessünk majd, vagy a lépcsőn, vagy máshol. Jó, hogy... mindenféleképpen. Én köszönöm a lehetőséget, klassz volt itt a lépcsőn. Köszönjük. Én is köszönöm.